Szép estét kívánok, köszöntöm Agrár magazinunk nézőit. Még mindig a tejárakról lesz szó elsőként, mert hogy azon túl, hogy életerő egészség, különösen fontos az ágazat valamennyi szereplője számára. Tisztete, köszöntöm még Kuti Tibort kettős minőségében, egyik oldalról az Alföldi Tej Kft. Ügyvezetőjeként, illetve a Tejtermék Tanács társelnökeként is. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy beszéljünk ismét arról, hogy a nyestej felvásárlási ára stagnál. Ezt mondom én ezt arra, hogy ugye 90-92 forint körül van, eurócentben számolva, és ez nagyon-nagyon kevés, hiszen ha körülnézünk a piacon, tőlünk nyugatabbra, akkor sokkal magasabb a nyeste felvásárlási ára, ami azt jelenti, hogy a gazdák, amikor itt eladják a tejet, akkor megfosztják a lehetőséget önmaguktól is arról, hogy egy jó piaci pozícióba kerülhessenek. Mi a teendő? Kezdjük azzal. Melyek az alapvetések, hiszen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezen a héten megfogalmazta, hogy mit szeretnének megtenni, de nyilván ehhez kell valamennyi piaci szereplő hozzájárulása, segítsége. Igen, tehát Magyarország vonatkozásában én azt gondolom, hogy most már a 30 centet túléptük, de még mindig messze vagyunk az Európai Uniós átlagtól. Az Európai Uniós átlag nyerstej felvásárlási ár 33,8 cent, ami azt jelenti, hogy kb. Egy ilyen 103-104 forint per kilogramm. Ehhez képest Magyarországon most július hónapban a átlagár egy kilogramra vetítve 91 forint 80 fillér volt, tehát nagyjából egy ilyen 12 forinttal vagyunk lemaradva az Európai Uniós átlagtól. Ez az egyik. A másik a spottár, amellyel ugye ilyenkor a termelők jönnek, teljesen jogosan, ugyanis jelen pillanatban a spot kapcsán leginkább a nyerstejet akarják kivinni Magyarországról, ugyanis a legnagyobb probléma Európában, hogy nincs zsír. Tehát a vajnak a fogyasztása, a rehabilitációja megtörtént ezelőtt 3 évvel, jelen pillanatban sem intervenciós raktárban, sem magánraktárokban nincs egyetlen egy kiló vaj sem, zsír sem. 6-8%-kal kevesebb a zsírtermelés egész Európában, és a kínaiak is az elmúlt 2 évben 4-szeresére emelték a vaj importjukat. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy óriási árak vannak, tehát a 40%-os tejszín most jelen pillanatban 3,15 euró per kilogramm. Arányosítsunk, hogy mennyi volt ez korábban? Arányosítanánk, 2016 hasonló időszakában 1,4-1,6 euró volt, és általában az utolsó 4 hónapban, szeptembertől szokott emelkedni a 40%-os tejszínnek az ára. Én megnéztem az elmúlt 5 évet, az elmúlt 5 évben a legmagasabb tejszínár 2,4 euró volt per kilogramm. Most 3,15. Kérem, mondja el az összefüggéseket. Kezdjük talán a vajjal, hiszen említettük, hiszen a vajára rohamosan nő. Az, ahogy rehabilitálták, ahogy ön fogalmazott, ugye a margarin megint elfogadható, hogy a vaj nem egészségtelen, de nyilván nem szakszóval mondom. Ez így van, tehát egész Európában kizárólagosan csak vajat fogyasztanak. Magyarországon még ettől messze vagyunk az Európai Uniós átlaghoz képest, egy ilyen egyhatodával, egynyolcadával kevesebb vajat fogyasztunk. Ezzel főznek, ezzel készítik az élelmiszeripari termékeket Európában. Óriási hiány lesz, ezt a FAO szervezet is lekommunikálta 1 hónappal ezelőtt, és ugye a Nemzetgazdasági Kamara múlt hét szerdán hívta össze a tejtermelők képviselőit, a feldolgozók képviselőit, illetve a kiskereskedelmi láncok képviselőjét, ennek a megbeszélésnek a célja az volt, hogy a Magyarországon előállított jó minőségű nyerstejet itthon dolgozzuk fel, és ne spotpiacra vigyék ki. A spotpiac az általában úgy szokott történni, hogy júliustól november végéig szállítják, normális magas áron, hogy így mondjam. Ehhez képest most Magyarországon, ha a spotpiaci árakhoz hasonlítom az árainkat, akkor körülbelül olyan 22-24 forinttal vagyunk alacsonyabban. Még egy fontos kérdés, miért csökken a tejzsír, a zsír? A tejzsír elsődlegesen a meleg miatt, a klimatikus viszonyok miatt csökken, másodlagosan pedig amiatt, hogy a
takarmányzási rendszerünk az nem megfelelő. Hollandiában a standard zsírtartalom 4,4%, Finnországban 4,3%, az alföldi tej néhány tulajdonos a tejtermelőjével voltunk kint másfél-két hónappal ezelőtt a Válió szövetkezetnél Hollandiába, és ott is néztünk tejtermelőtelepeket, és ott is egyébként a koncentráció működik, tehát már a 40-50 tejnes gazdaságokat nem támogatják a bankok sem, tehát nem finanszírozzák őket, ott is egyre koncentráltabb a tejtermelés, és ott 4,3% a standard zsírtartalom. Magyarországon 3,6%. Tehát ami már az alsó határ, ugye? Így van, jelentősen le vagyunk maradva a nyugat-európai államoktól. Nyilván ezt úgy tudják megoldani a termelők, mert nekünk is célunk lenne, hogy magasabb zsírtartalom, magasabb fehérjetartalom, tehát beltartalom legyen a tejben. Ezt úgy lehet megoldani, hogyha a takarmányzási rendszert megváltoztatják a termelők, ez viszont csak akkor van lehetőségük, hogyha magasabb tejárat kapnak. Tehát ez egy hibás kör. Így van. Így van. Sajnos Magyarországon az elmúlt 30 évben ez nem volt egy cél, sem a feldolgozóipar, sem a termelők részéről. Végül is csak a folyadék számított, nem pedig az, hogy mekkora a beltartalma a tejnek. Hogy ez a zuhanó érték megálljon, illetve nőjön megint, a 3,6-ról 4 felé induljon el, ehhez mi szükséges? Először is gondolom pénz kell a tenyésztőknek, viszont ki az, aki finanszírozza ezt? Van-e, látnak-e olyan megoldást, hogy jól járjon egyrészt a gazda, ne adósodjon el értelemszerűen, másrészt pedig nyilván a vállalkozói kedv is maradjon meg? Ez így van, én azt gondolom, hogy ezt finanszírozni a feldolgozóiparnak kell, tehát neki kell megfizetni a nyers tejárat a tejtermelők felé. A másik oldalon pedig, aki ezt tovább tudja finanszírozni, azok a kiskereskedelmi láncok, mert ugye a tejfeldolgozóipar a termékeket a kiskereskedelmi láncoknak értékesíti, és ezért kell átadói árakat emelni. Ez az átadói ár emelés, ez most július végén, augusztus 1-től megtörtént, és most szeptembertől egy újabb átadói ár emelésnek kell megtörténnie ahhoz, hogy legalább a 100-103 forintos per kilogrammonkénti nyerstej felvásárlási árat meg tudjuk valósítani. Ez nagyon-nagyon kell. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 3 évben, amikor egy nagyon negatív piac volt, Nyugat-Európában nagyon sok gazda abba hagyta a tejtermelést, nagyon sokan csökkentették a tehénállományukat. Hál' Istennek ez Magyarországon nem történt meg. Az elmúlt 2 évben a kormány, én azt gondolom, hogy nagyon komoly támogatást biztosított a tejtermelők számára. Ez mentette meg a hazai tejágazatot, és ami nagyon lényeges, hogy a tejipar is most már magyar kézben van, és a tejiparnak a hosszú távú fejlesztési stratégiáját a kormány is támogatja. Ha most csak magunkról beszélek, az alföldi tejről, mi is Debrecen megvásároltuk a debreceni feldolgozóüzemet, és egy 12 milliárdos beruházást teszünk meg, amelynek a lényege, hogy sajtot fogunk gyártani, és a sajt melléktermékét, a savót fel fogjuk dolgozni egy porítóba. Na most ehhez egyedi kormánydöntéses támogatást kaptunk, 40%-os támogatási intenzitással. Én úgy gondolom, hogy a kormány egy hosszú távú stratégiát elhatározott a tejágazat kapcsán, és amit nagyon fontosnak tartok én, hogy nem hiszem, hogy a tejágazatot is hasonlóképpen kellene kezelni, mint a cukorágazatot, hogy azt mondtuk, hogy sok a 12 cukorgyár Magyarországon, ma már csak egy van. Ez az egy cukorgyár körülbelül a hazai fogyasztóknak a 20%-át tudja kielégíteni. Minden importból jön be, és semmilyen ráhatásunk nincs a cukorára. Az Európai Unióban a cukorár csökken, Magyarországon pedig nő. Nos, tehát ha összefoglaljuk, akkor azt látjuk, hogy a kormány, a kamara, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a terméktanács, a piac szereplői, a termelők, a feldolgozóipar és legfőképpen a kiskereskedelmi láncok is afelé indultak el, hogy egy megállapodás alapján, ugye mindenkinek nem lehet jó, abban azt hiszem, hogy megegyezhetünk, viszont a legkisebb kárt okozzuk, hiszen az alap mindenképpen, hogy a termelők ne hagyják abba a termelést. Ez így van.
annak megmondom őszintén, hogy én semmi értelmét nem látom, hogy egyik oldalon próbáljuk fejleszteni a tejfeldolgozóipart, a másik oldalon pedig az alapanyag megszűnik. Akkor nincs értelme a hosszú távú stratégiának. A másik, amit még szeretnék elmondani, Finnországgal kapcsolatban, amikor kint voltunk, Finnországban az egyfőre eső éves tejfogyasztás 460 liter per fő. Magyarországon ez körülbelül 150 liter per fő per év. Tehát óriási lehetőség van abban, hogy fejlődjünk. A tejtermékek a legegészségesebb termékek, tehát azt gondolom, hogy a fogyasztóknak is előtérbe kellene helyezni a Magyarországon előállított tejtermékeket, és nem pedig mindig csak az árat kellene nézni. A tejszív kampány erre való. Ez így van, ezt tesszük, és hát én megmondom őszintén, hogy most a tojással kapcsolatban, amikor kiderült, hogy mekkora botrány van, hogy milyen rovarirtószerrel fertőtlenítették a tojásokat Hollandiába, Németországba és 20 országba került be, és most is azt mondta a névik is, hogy a magyar tojást kell fogyasztani. Hát én kimerem mondani, hogy a magyar tejtermékeket kell fogyasztani a fogyasztóknak. Ebben az esztendőben sok gondot okoz a parlagfű, éppen ezért a hatóságok mindent megtesznek azért, hogy felderítsék, hogy ki hagyja gondozatlanul földjeit. Velük tartottak kollégáink is. Berepüljük a megye északi, középső és déli területét, tehát ez tulajdonképpen három felszállást jelent. Ez a három kör gyakorlatilag felöleli azt a területet, ahol a szakemberek a parlagfüvet gyanítják Fejér megyében. A légi felderítésnek köszönhetően pedig olyan részekre is eljutnak, ahova gépjárművel nem lehetséges. Ráadásul, amikor elindul a helikopter, arról a gazdák is azonnal értesülnek. Gyakorta már azt is látjuk a levegőből, hogy a gazda éppen megy ki és kaszálja azt a területet, amiről ő tudja, hogy ott parlagfű szokott lenni, és ez is a cél. Mert nem a bírságolás a cél, hanem az a cél, hogy a parlagfű mennyiségét csökkenteni tudjuk Fejér megye területén, mert ugye az allergiásoknak ez egy komoly problémát okoz. Természetesen, aki nem él ezzel a lehetőséggel, az annál van, hogy a vállalkozó kaszálja le. Ebben az évben még szerencsére ilyen nem volt. 63 eset van a mai napig 2017-ben, amikor eljárást kellett indítanunk parlagfű miatt. Ez durván 36 hektárt ölel föl. Ez azért a megye összántott területéhez képest kicsi, de természetesen minden egyes parlagfű problémát okoz, ezért védekeznünk kell ellene. Az a tapasztalat, hogy több a kisebb elszórt parlagfüves területet, nem a nagy összefüggő parlagfüves területekre kell ilyenkor gondolni. Nagyon hatékony, azért is vezettük be, hogy olyan területekre is eljussunk, ahova a gépkocsival nem tudtunk eleinte vagy előtte eljutni. Tulajdonképpen a megye egész területét berepüljük, természetesen azért vannak olyan apróbb részek, amelyek kimaradnak, de lehetett jól látni, hogy ez mind a három kör, ez nagyjából felöleli azt a területet, ahol a parlagfüvet mi gyanítjuk, ugye a körök is a kockázatbecslés alapján vannak meghatározva. A hétfőn indult újabb parlagfűfelderítés kapcsán a helikopteres berepülés csak az első lépés. Ezt követi majd a bemért területek gépjárműves bejárása. Bemérésre kerül pontosan, hogy GPS koordinátiái mi is az annak a területnek, és utána még gépkocsival is kimegyünk oda, és pontosan felmérjük
a terület nagyságát, a szennyezettséget. Ugye a földhivatali kollégák megállapítják, hogy ki az a földtulajdonos, illetve földhasználó, akinek a területén ez van, és ilyenkor a törvény egyértelműen fogalmaz. Első körben kötelezni kell a parlagfűnek a kiirtására. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor pedig elrendeljük a kényszerkaszálást, ez azt jelenti, hogy egy vállalkozó lekaszálja, ami utána természetesen kiszámlázásra kerül a földhasználónak, illetve a földtulajdonosának, és emellett, mert ugye ez a legfontosabb, hogy a parlagfű elpusztuljon arról a területről, mert ezért is van az egész, de emellett még kötelező bírságolás is van, ami függ a terület nagyságtól, illetve a szennyezettség mértékétől, 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Tavalyi évben néhány millió forint volt, folyamatosan csökken, hál' Istennek. Voltak azért kiugró évek, amikor 19-20 millió forint volt maga az összbírság Fejér megyébe, de amióta ez a repülés megindult, és amióta a felvilágosító munka is megindult, azóta a földtulajdonosok, földhasználók tudják, hogy milyen problémát okoznak az allergiásoknak ezzel a gyomnövénnyel, és védekeznek is ellene. Országos vadgasztronómiai fesztivált rendeztek Soponyán. Az ágazat rendkívül fontos kérdéseiről, az új vadászati törvényről is szó esett, de természetesen belekukkantottunk és megnéztük, hogy mi fő az óriásbográcsban. 400 kiló vaddisznóhúsból főtt a pörkölt az óriásbográcsban Soponyán. Az ökocentrumban már 11. alkalommal szerveztek vadgasztronómiai fesztivált. 400 kg vaddisznóból készül vaddisznópörkölt. Amihez tettünk még egy kis hagymát is, olyan 100 kilót, meg fűszereket, kb. Olyan 30 kilónyi fűszerek van még benne. Hány óra alatt készül el így szabad tűzön, és hány ember tud jól lakni belőle? Ez kb. 8 századak ez a kaja, és hát 6 órakor fogtunk neki a főzésnek, 6 óra fél hétkor inkább, és alapvetően egy kb. 20 perc múlva kész van, ami azt jelenti, hogy fél 12-12-re készen vagyunk. Ön mennyire kedveli, főzi gyakran a vadételeket, mert most hallottuk, hogy ön a gulyás király, a vadakkal hogyan áll? Igen, nagyon szeretek nagyba főzni, nagyon szeretem a vadételeket, főleg a pikáns ételeket szeretem. Annál is inkább, mert ugye én valamikor 2006-ban ugye felállítottam egy nagy világcsúcsot, ami hát másfél tonna birkahúst főztem meg ennél nagyobb bográsba, 4610 literes bográsba, és én nagyon szeretek azóta ilyen nagyokat főzni. Több ezer látogató érkezett a nemzetközi fesztiválra, amely a kellemes kikapcsolódás mellett a vadételek fogyasztását is népszerűsítette. Kicsivel több mint 10,5 ezer tonna vathús keletkezik Magyarországon, aminek több mint 80%-a exportként hagyja el az országot, ráadásul alacsony feldolgozottság mellett, akkor láthatjuk, hogy az ilyen fesztiváloknak azért nagyon komoly jelentősége van. Először is azért, mert felfedezzük azt, hogy van vathús. Nem viccből mondom, de sajnos van a magyar társadalomnak egy olyan rétege, aki egyáltalán nem fogyaszt vathús, holott szinte biotermékről beszélünk, holott egy nagyon egészséges termékről beszélünk. De felfedezzük azt, hogy nem csak pörkölt van, meg tűzdelt őzgerinc, hanem van 152 fajta egyéb más elkészítési módú étel, ami mind vadból kész, és nagyon finom. Rádöbbenünk arra, hogy hol lehet megvásárolni ezeket a vathúsokat, mert találkozunk azzal, hogy vannak erdei delikátesboltok, itt azok az árusok, azok a feldolgozók, akik eljönnek, nyilván promotálják magukat, hogy hol lehet hozzájutni ehhez a jó minőségű termékhez. Ráébredünk arra, hogy a lakókörnyezetünkben is akár lehetne már vásárolni ilyen vathúst, csak nem tudunk róla. És maga a fesztivál is ad egy húzó erőt, mert eljönnek vadászatra jogosultak, vadászok ide, körbenéznek, megnézik, hogy milyen egy ilyen fesztivál, és rádöbbennek, hogy sokkal kisebb, sokkal szerényebb mértékben, de ugyanilyen jó hangulatban meg lehet ezt csinálni otthon is.
aztán otthon is felöltöznek szép vadászruhába, kiteszik a szép trófeákat, meghívnak egy séfet, és már is van egy nagyon alacsony költségvetés, de nagyon jó hangulatú helyi vadgasztronómiai fesztivál vagy rendezvény. Ezeknek a rendezvényeknek mindig ez a szerepe, egy húzóerőt, egy zászlós hajót biztosítson, az ide látogatóknak ötleteket adjon, és ezáltal otthon, a saját lakókörnyezetükben mindezt meg tudják újra valósítani. Szlovákia, Lengyelország és Románia is képviseltette magát a hazaiak mellett, így 60 csapat több mint 300 szakács készítette Bográcsban, Tárcsán és Kondérban az ízletes, ötletes vadételeket. A kamara aranyéremmel köszönte meg Majoros Péter évtizedes munkáját. Megható és nagy meglepetés volt számomra ez a kitüntetés. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak engem illet, hanem azt a kollektívát, amiben én dolgozhatom, és akik ebben a nagy munkában, amit itt a fesztivál kapcsán is évről évre elvégzünk, az egy ködös munka eredménye. Tehát ez a kitüntetés, én úgy gondolom, hogy a Vadex Mezőföldi ZRT minden dolgozóját, aki annak az eredményében részt vesz, és az eredménye érdekében lelkesen dolgozik, azt ez a kitüntetés mindenkit érhet. Mit jelent az önök életében évről évre ez az őszi, vagy őszkezdő soponyai rendezvény, ez a Vadgasztro Fesztivál? Miért kiemelkedő, miért tudja megmutatni a sokszínűségét, akár az erdő, akár a vadgazdálkodás szépségeinek? Pontosan ez volt a cél, hogy az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodásnak az eredményeit, és a vadfeldolgozásnak, ami az egyik legerősebb ágazatunknak az eredmény, be tudjuk mutatni minél szélesebb körben. Az eredeti célunk az az volt, hogy minél szélesebb körben ismertessük meg ezeket, persze olyan kísérő programokkal megspékelve, amik hát egy komoly fesztiváli hangulatot teremtenek. Most már 11. éve rendezzük meg minden évben szeptember első hétvégén ezt a fesztivált itt Soponyán, a Sárvízvölgyben. Külön öröm számomra az is, hogy egyre szélesebb körben ismert már a Mezőföldnek ez a tájvédelmi körzete. Úgy gondolom, hogy nem csak a környezet, hanem tényleg maga a fesztivál is most már méltó arra, hogy egy országos rendezvényből nemzetközivé nőtte ki magát. Idén először Erdélyből, Szlovákiából, Lengyelországból és Romániából is, még külön meg kell említeni, hogy egy román csapatunk is van. Tehát valóban nemzetközi ez a szakács találkozó, ez a gasztronómiai fesztiválunk. Nem csak igazi vadízeket kóstolhattak a vendégek, hanem a színpadi programok mellett trófea kiállítás és fakitermelő verseny is színesítette a programot, ahol a fűrésszerelésben és a favágó technikában is összemérhették tudásukat az ország legjobbjai. Végezetül pedig következzék a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének, a Fejér megyei elnökének, Kis Norbert Ívónak a heti összefoglalója. Jó reggelt! A hétfő reggelén a Fejér megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével beszélgetünk, Kis Norbert Ívó. Azt hiszem, hogy fontos időszak elé nézünk. Igen, a nyári aratások azok lezajlottak, de ugye a mezőgazdaságban nem áll meg az élet. Az ősziek betakarítása is elkezdődött, a napraforgót azt már aratják, sőt van olyan terület, ahol már a kukoricának is nekiálltak, ami egyébként szeptember végi növény szokott lenni, de az asszály az mindenhol sajnos megtette a hatását, és minden előbb érik, és ilyen kényszer érettek. A kamarai választásokról annyit szeretnék azért elmondani, hogy az idei évben két jelölő szervezet állíthat listát az országos kamarai választásokra. Ez az egyik a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének a listája lehet, a másik a Mezőgazdasági Termelők Országos Szövetségének a listája. Ők állíthatnak listát, a gazdakörök listáját azt nagyjából tudom, azok ellettek küldve Pestre, tehát mind ugye országos szervezet a delegálat, tehát nem megyei szervezetek állíthatják a listát. Ezeket a listákat jövő e-hét péntekig, tehát szeptember 8-áig kell átadni az Országos Kamarai Választási Bizottság részére, akik leellenőrzik, hogy jogosultak-e azok a listán szerepelni, akik rákerültek. Ezután ezt szeptember végéig teszik meg a javaslataikat, hogy rajta lehetnek a listán-e vagy nem. Ezután
november 3-án kerül megrendezésre az országos kamarai, vagy a megyei kamarai választás, ahol ezekre a küldöttekre szavazunk. Ez ugyanúgy, mint 5 évvel ezelőtt egy zárt listás szavazás lesz, tehát megyében tagok arányában 70 küldöttje lehet a kamarának, és amelyik lista nyer, a kettő közül ők adják a kamarai vezetést, mind a megyeit, mind az országost. Magyarországon kulcskérdés a szakképzés, nincs ez másként az agrárgazdaságban sem, azt hiszem, hogy most jó hírekről tudunk beszámolni ennek kapcsán. Hát úgy jó hírekről, hogy a képzési bizottság, a megyei képzési bizottság 3 agrár szakmát is felvett a hiány szakmák közé. Az egyik a kistermelő élelmiszer előállító, a falusi vendéglátó és a mezőgazdasági gépész. Annak ellenére, hogy most már a mezőgazdaságban nem hofferokkal, meg fülke nélküli traktorokkal, meg zajos gépekkel dolgozunk, hanem olyan korszerű gépekkel, hogy sok autó, személyautó megirigyelhetne azt a komfortot, amit már ezek a gépek biztosítanak. Igazából nem jut el a fiatalokhoz, hogy ilyen körülmények között is tudnának dolgozni, és nincs nagy jelentkezés gépész szakmában sem, ami egyre inkább hiány szakmának fog minősülni, sőt nem lesz, aki rájön a traktorokra és dolgozzon velük. Hát most már abban a stádiumban van a mezőgazdaság is, hogy egy ember kétszer annyit kénytelen dolgozni ezekkel a korszerű gépekkel, mert egyszerűen nincs aki lehet, és de a munkát meg el kell végezni. Tehát ez tulajdonképpen egy figyelemfelhívás arra, hogy jöjjenek a fiatalok, hiszen én magam is tapasztaltam jó néhány külső helyszínen, hogy rendkívül modern, tehát igazi űrhajós-szerű ma már egy gép, és ehhez azért kell az ember. Hogyan tudják a fiatalokat csábítani erre a szakképzésre? Van elképzelésük erről? Van. Tavaly évben is csináltunk egy ilyen rócsot, tehát végző általános iskola 7.-8. osztályos tanulóit vittük ki korszerű gazdaságokba, ott megmutatni nekik, hogy milyen gépekkel kell dolgozni, és mi vár rájuk igazából, ha ezt a szakmát választják. Kicsit az az érzésem nekem, hogy a mezőgazdasági szakma az még mindig ilyen lenézett szakmának számít, hogy oda mindenki jó. De ugye a szerkesztő is említette, korszerűek a gépek, és most már informatikai tudás nélkül sajnos nem lehet őket üzemeltetni. Tehát már oda jutottunk, hogy tényleg lassan űrtechnológia lesz, sőt a legújabb gépek bemutatóján már tényleg az a kategória lesz, hogy űrtechnológia, és a tábla széléről irányítja a gazdálkodót. Igen, ezt megcsodálhattuk Mezőfalván. No, lépjünk tovább, ahogy a beszélgetésünket elkezdtük, a búza aratása befejeződött, már a napra forgott, sőt a kukoricát és a rattyák, viszont vannak nekünk olyan gyümölcseink, ami rendkívül fontos a gazdaság számára, ilyen az alma is. Így van. A megyében van 270 hektár alma ültetvény található, ebből 70 hektár korszerű, tehát nem egy nagy arányban. És sajnos az ültetvények átlag életkora az 14 év környékén mozog. És még így is, hogy ennyi korszerű ültetvényünk van, így is a megyében olyan 15 tonna környéki átlagtermés várható. Ami azt mondják, hogy nem túl magas. Az asszály tehát itt is megtette a hatását, hogy ezek a régebbi ültetvények sajnos nem öntözhetők, és ugye ott az időjárásnak nagyon ki volt élve az idén. Jó, úgy néz ki, hogy a piac az működik, tehát léalmának nagyon sokat el lehet adni, de ugye beindultak ezek az iskola gyümölcsprogramok, meg azért az emberek is a tudatos vásárlásból is az, hogy gyümölcsöt fogyasszanak, ne édességet, ebből kifolyólag is vásárolják most már a gyümölcsöt, és ezért jobban fogy az alma. Ugye az téli időszakban is fogyasztható és eltárolható. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!